Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Nadim vagyok, Nemzetközi Jósnő és Médium. Egy nagyon érdekes témát hoztam a ma én napra önöknek, és megmondom, hogy a 35 és 50 éves korosztálynak a előnyeiről, hátrányairól fogunk beszélgetni. Ez ugye kicsit tudományos oldalról, kicsit spirituális oldalát, és meg fogjuk ennek a dolognak ragadni. Amire, amivel én kezdenék első körben, mi az, amit egy 35 és 50 éves ember nek a fő előnye és hátránya. Párkapcsolat. Kezdjük a párkapcsolattal, mert ugye itt most majd végig fogunk menni egy kicsit ugye munkán is, vagy meg a pénzügyi dolgokon is Általánosságban fog beszélni. Nagyon, de nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy Nadin, mit látsz te ebbe a mai világban? Hát én ugye elég régóta vedettem ezeket a statisztikákat, hogy mik a problémáik. Ugye sokan ott vannak házasságban, ott élnek, van egy, két, három, négy, öt gyerek, ugye ez attól függ, hogy, hogy ki mennyit vállalt be, élik az életüket, eltelt ugye a házasság idő 10-15-20 év, és egyszer csak rájönnek arra, hogy hát az a igazság, hogy ami lovat én annó vettem a vásáron, az mégsem jó nekem. Mit csinál ilyenkor ez hát a korosztály? Elkezd gondolkozni, hát kellene egy új lovat vennem, Ideértve, ugye, akár a férfiakat, akár a nőket, és ki szeretnék próbálni mindenfélét, az, ami eddig nem volt benne az életemben. És mit csinálnak? Az, aki vagányabb, az ugye bevállal egy szeretőt. Mert ő azt mondja, hogy, hát igen, föltetek mindent egy lapra, vagy megbukok, vagy nem. Na most ugye azért az benne van, hogy én vagyok az, aki vagyok, én úgyse fogok megbukni, akár a feleségem, akár a férjem mellett, Nyugodtan tudok előre menni, és nyugodtan tudom csinálni a dolgaimat. Egyet felejteni kell az emberek, hogy sajnos érzelmileg működünk. Tehát ennyivel különböztet meg minket az állatvilágtól az ember, hogy nem ösztönösen megyünk, hanem érzelmileg is. Sokan azt mondják, hogy hm, semmi baj, szeretőt tartok, nem kötődök hozzá érzelmileg. Dehogy is nem abban a pillanatban, hogy elkezdesz vele SMS-ezni, abban a pillanatban elkezdesz vele csetelni, vagy bármit csinálsz, abban a pillanatban kialakul egy érzelmi kötődés. Miért? Mert meg akarod őt tartani. Ki nem menjen a kezed közül, kialakul szinte egy függvés, függvés ugye érzelmileg. Aki ugye azt mondja, hogy hát én úgy döntöttem, nem érdekel a családom, mert van ez a másik oldal, felrúgok minden, és kipróbálom az új lovat. Egyetlen egy baj van, eltölik két-három év, és rájön arra az illető, de teljesen mindegy, nő, megint nő vagy férfiról van szó, hogy az az új ló, az nem olyan lóám. Mert az első egy évben nagyon jól hozta a teljesítményet, még a második évben is, de a harmadik évben már budácsol, mert elfáradt. Egyetlen felejtsünk el, nézzünk egy kicsit körbe. Nézzük meg azt, hogy mi van a környezetünkben. Nagyon nagy trend mostanában a vállás. Nagyon nagy trend az, hogy mindenki önmegvalósítást csinál mindenki azt mondja, hogy eddig nyeltem, és most én ki fogok törni ebből a mostani életemből. Ez egy nagyon szép dolog, mert nagyon jó lehetőségek vannak, akár ugye 2017-ben, vagy akár 2018-ban is, hogy egy önmegvalósítást csináljunk. Viszont egyet ne felejtsünk el, hogy, <kül> hogy valamiért vállaltunk felelősséget. Végül most ebben az időszakban én már nagyon a felelősségről nem sokat tudok beszélni, mert az emberek ezt elfelejtették. Amire én meg szeretném kérni itt a kedves tévénézőket, hogy akik ebbe a korosztályba esnek bele, vagy plusz-minusz még benne vagy egy öt évben, hogy gondolják át, hogy miket fognak cselekedni. A nem szeretjük a régit javítgatni, pedig régen mindig megjavítottuk a tévét, a kocsit, a párkapcsolatunkat, ugye mindent. Tehát azért ott rádolgozott, most nem, most már mindenki az, lecseréljük, és egyből az új az jól működik. Csak nem egyet felejtenek el, hogy mindenki és sajnos ideértve most tárgyilagosan az embereket is használatra vagyunk teremtve. Tehát, hogyha kilép valaki a házasságából, és azt mondja, hogy felrugok mindent, mert az új ló jobban megy, én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit gondoljuk át. Nem azt mondom, hogyha valakinek nagyon rossz a házassága maradjon benne, hogyha ütik, verik, terrorizálják, lelkileg tönkre semmiféleképpen sem, akkor álljon fel és menjen ki. De akinek csak picikek és problémája van, akiknek lehetne javítani a párkapcsolatán, az ne az legyen, hogy egyből lecserélje a régit. Ugye ez a, a munkaterületéről, vagy a párkapcsolat területéről beszéltem, most a munkáról szeretnék egy kicsit beszélni. Nagyon sok ember ebbe a korosztályba, 35 50 évesekről beszélünk még mindig hogy eljutott arra, hogy ő most valami újat szeretne csinálni, ő most megvalósítja a saját magát, a vállalkozásnyit, és megindul. Ez nagyon szép, nagyon jó. Mindenféleképpen javaslom az embereknek, mert az, amit lehet, hogy eddig nem adott meg a sors, lehet, hogy most már fogja adni, de jó alaposan nézünk a dolgok mélyére. Nehogy úgy induljunk neki egy vállalkozásnak, hogy elfelejtjük, hogy ennek van egy könyvelési oldala is. Mert nagyon sok embernek azt látom ügyfélkörben, Nadin, én, én most vállalkozó leszek, és én most ezt megvalósítom. Fantasztikus dolog. Csak egyet ne felejtsünk el, ennek van egy jogi háttere, és egy hivatalos oldala. Tehát aki ugye okosba, csak azért mondom, hogy így, egy kicsit cínikus, hogy okosba akar csinálni dolgokat, lehet, hogy tud menni egy ideig óráig, de lehet, hogy utána ebbe bele fog bukni. Vagy hivatalosan, vagy nem fognak menni úgy a dolog, ahogy ő ezt elszámította. Nagyon sok embernél, amit tapasztalok ezen felül, hogy ugye, hogy önmegvalósítást csinál és vállalkozás nyit, nagyon sok embernél, amit látok, spirituális terület. Innentől kezdve, Nadin, én áttérek spirituális oldalra. Javaslom. Senkinek nem állunk az útjába, mindenkinek javaslom, hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, az természetesen vigye be, gyakorolja és segítsen az embereknek. De, és azért mondom, hogy de, a biztosat, a bizonytalanra ne adjuk föl. Hatalmas lehet bukni. Ez a, ebben a szakmába rengeteg a csőcselék, rengeteg a megmester. Nem szídom a konkurenciát, nem szídom senkit, mert nagyon jó szakembereket is tartalmaznak, de nagyon sokan csak úgy leülnek egy asztalhoz, és ők kimondják maguknak kártyavetőknek, kimondják maguknak látóknak, médiumoknak, és nincs mögöttük semmi. Tehát én arra szeretném figyelmeztetni itt a tévénézőket hogy aki komolyan szeretné csinálni ezt a szakmát, akkor komolyan vállalja föl ezért a felelősséget, váltsa ki a vállalkozását, és onnantól kezdve csinálja azt, ami a szíve diktálja. Ugye szokták mondani, hogy az, a, az ami a hobbim, az a munkám is. Igen, mert amit szeretünk csinálni, teljesen másképp csináljuk. De nem olyan egyszerű ez a, ez a terület, nem olyan egyszerű ez a szakma, nem olyan egyszerű ez a pálya, nagyon sok ember nem csak amiatt jön spirituális oldalra, hogy azt mondja nekem, hogy na, Nadin, mondja meg ezt és ezt. Nagyon sok ember már a következő a kérdésre. Nadin, hogy tudom ezt befejezni, hogy tudom ezt létrehozni, adja nekem egy megoldást a kezembe, vagy segítsél nekem. Tehát ez a szakma most már nagyon összefogott lett. Én javaslom az, hogy aki tényleg ezt szívvel, lélekkel tudja csinálni, az akár úgy, hogy felrúgja a biztosat, és belőle a bizonytalanba, adjon magának időt, és valósítsa meg önmagát ezen a területen. De ne az legyen, hogy van egy nagyon jó szakmám, és hirtelenjében azt magam mögött hagyom, mert hogy én is beállok 826. embernek, és én is ezt fogom csinálni. Ha jól csinálja, akkor csinálja. Nagyon sokan mellékállásban csinálják. Egyik legjobb megoldás. Van egy biztos pontja, és mellette a spirituális területtel segíti az embertársait rengetegen kérik a segítségünket, rengetegen meg vannak csúszva, rengetegen vannak érzelmileg kiégve. Pont ebbe, ebbe a korosztályba céltalanul lézengenek, nem tudják, hogy meg. akik ezt fölvállalják ezt a területet, akkor én azt mondom, csinálják meg. De ne csak az legyen, hogy csak azért csinálom, mert ez egy jó pénzkereseti lehetőség, mert mögött nagyon sok munka van, nagyon sok törődés van, amikor az embertársunkat felemeljük. Mi az, amit még munkaterületén jöhet? Ugye csapongás. Elértem eddig azt, amit én elértem, de ez most nem jó. Most akkor kipróbálok egy másik területet, mi van, hogyha ott a helyt Tehát feszegeti a határait. Én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban vannak bizonyos emberek, akik már megtaláltak az útjukat, és nyugodtan tudnak ülni a saját kis székükbe, a saját kis munkahelyükön, a saját kis munkatempójukban, de van, aki csak csapong én azt javaslom, üljön le, saját magát tegye rendbe, és amikor rendbe van az ő boksiába itt minden, akkor kezdjen el valami olyan dolgot csinálni, amit tényleg kitaká, kitalál. Nagyon sok ügyfölnél látom azt, és ö, tévénézőnél, hogy leírják azt, hogy Nadin van 3-4, hát az az igazság 5-6 terület is, ami engem érdekelne. Hát nézzék, ha már van három, 4 5 6 terület, ami engem érdekelne, még plusz munkaszemszögéből, az nem biztos, hogy egy összefogott dologról beszélünk. Az csak egy ilyen, ezt is próbáljuk-e, ezt is próbáljuk-e, azt is, azt is. Lehetőség szerint én azt gondolom, hogy kicsit szűkítsük le a kört, mert hogyha van három dolog, amik közül válaszolni kell, az már jobb, reálisabb, mint az, hogy hat dolog közül választunk, ugye? Szűkítsük le a kört, mi az, amit tudnánk csinálni. Mi az, ami még jellemző erre a korosztályra? Hát ugye itt a gyerekek, a család, mindenki szeretne, öm, akinek még nincsen gyereke, azonnal kapkod, hogy most azonnal rögtön, akinek meg van gyereke, az meg tolja le magáról. Hagyjatok békén, el vagyok fáradva, vagy ki vagyok égve. Teljük föl, beszélünk egy 45 éves emberről. A gyerekem mikor megy el, a gyerekem már, már hagyjon engem békén. Nagyon sokan miért? Mert kiégtek, elfáradtak, öm, fusztráltak lettek. Az elmúlt időszaktól. De én azt gondolom, hogy ha megfelelő pihenést beteszi az életébe, akkor ezek a frusztrációk el fognak tűnni. Az, amikor egy család ott tart, hogy széthullás szélén van, és nem tudják egymást kezelni, brutálisan tragédiának tartom. És miért mondom azt, hogy brutálisan tragédia? Mert az ember egy dologra számíthat az életébe, ami biztos pont lehet neki, a gyökerek, a család. És ez én úgy gondolom, hogy egy fontos pont. Nagyon sokan párkapcsolatba belemennek, fiatalok, felrújják az egész családot, és azt gondolják, hogy az adatárs, akit választottak 18-20 évesen, örökre mellettük fog maradni. Én azt kívánom, hogy ez így legyen. Sajnos a mai statisztika nem ezt mutatja. Azt mutatja, hogy pár évet együtt vannak és szétmennek. Mi történik közben? Az édesanyám, az édesapám, a nagyszülőkkel megszakítottam az összes kapcsolatot. Itt van egy olyan dolga, az embernek egy felelősség tudata, hogy igenis azért üljünk le és beszélgessünk el a gyerekkel, hogy rendben van, hogy párkapcsolatod van, de nem rögjük fel a családot. Itt azért ez a 40-45 éves, 50 éves korosztálynak legyen annyi mersze, hogy merjen odállni és merjen beleállni beszélgetésekbe, komoly beszélgetésekbe, akár intimitás területén, akár olyan kényes témában, amit azt gondoljuk, hogy húha, hát ezt hogy fogjuk megközelíteni. Merjük beleállni. Merjünk kommunikálni. Nagyon sok ember nem meri kimutatni 40 évesen a saját érzéseit, hogy neki fáj, hogy a gyereke nem úgy beszél vele, neki fáj, hogy a szerelme nem vállalja föl, neki fáj az, hogy a férje nem úgy ö, ö, foglalkozik vele, és ez ugyanúgy a nők oldaláról is. Hogy sajnos a férje azt várná el, hogy egy kicsit több törődést kapjon a feleségétől, és nem kapja meg, mert a feleség utjuk putyuka, a gyerekek a mindenei csak elfelejti, hogy a gyerekek egyszer kiszállnak, és ők ketten ott maradnak. Kicsit több figyelmet egymásra, több együtt töltött időt. Nagyon sokan ugye leülnek, és ugye a spirituálisba megtalálják azt a helyet, amit ők kerestek, a nyugalmat, a harmóniát. Ez szép és jó, csak ez pócsaklakvés. Nagyon jó, hogy fejlődik az ember, nagyon jó, hogy, hogy blokkoldásokat csinál, nagyon jó, hogy törődik saját magával, de nem csak saját magunkkal kell törődni hanem azzal az emberrel is, akivel elindultunk az élet útján. Valamikor ugye nagyon sok esetben látom azt, hogy így elnövik egymást. Egyik erre nő, a másik meg arra nő. Mikor már nincs közös út, akkor le kéne ülni, és akkor legalább föltenni az ére a pontot, hogy most ez érdek kapcsolatokat csinálunk, hogy érdekből együtt maradunk, mert a pénz összeköt minket, vagy ne szóljanak semmit a barátaink, a családok, azt is megcsinálhatjuk. Vagy fölvállaljuk azt, hogy igen, mind a ketten kezdünk egy, egy boldog, harmonikus életet. De ezt föl kell vállalni. Nagyon sokan nem merik azt megcsinálni, hogy odálljanak csak egymással szembe, és megbeszéljük a problémákat. Mit csinálunk? Rengeteg, főleg ahogy nőknél látom az azonnal, nem is a férfiak, a nők azonnal keresnek egy szeretőt maguk mellé és abban a pillanatban, ahogy megvan a szerető, nyugodtan tudnak otthon ülni, hátra dőlnek, és azt mondják, hogy na most így rendben vagyok, rendben van. Csak közben ott a szeretődet is tönkre vágod. Mert az ember reménykedik abba, hogy el fogsz válni. Neked már nem kell mit tenned, mert hála Istennek otthon van a anyagi háttér, ugye? A másik oldal ott van a szerető, egyik az a érzelmi oldal, a másik az anyagi oldal, tök jó egybe tesszük, kettőből csináltunk egyet. Csak közben van két ember, akivel te játszol. Tudom, hogy nem foglalkoztok vele, tudom, hogy nem érdekli az embereket, viszont egyetlen egyet ne felejtsünk el. A karmikus oldalt. Azt, amit adsz, azt fogsz visszakapni. Tehát vagy hozol egy döntés, hogy egyik, vagy másik. Vagy semmi baj nincsen, amikor a jó azt fogja mondani, hogy most én a karmak, karmikus oldal, és most én hozok egy döntés, lehet, hogy elfőmelem mind a kettőt. Egyiket innen, másikat onnan de ki az életedből. És ott leszel, hogy Úristen, miért játszottam én két emberrel? De én azt gondolom, hogy mindent, nek, mindent cselekedetnek, ugye egy ok és okodata van, és minden cselekedetnek van egy másik oldala. Azt, amit adsz, azt kapsz. Tehát én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne játszunk a másikkal. Sem munkaterületén, sem párkapcsolat területén. Nem csa, ne csapjuk be egymást, mert ezek a legrosszabbak. Úgy is visszafog, minden kiderül. Szokták mondani, hogy a sánta kutyát hamarabb vagy a, a hazug ember hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ne csináljuk ezeket a dolgokat. Játszunk tiszta lapokkal, higgyék el, itt kedves nézőim, és ugye először tegeződök el, egyszer ugye magázónó, hogy sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy le fogunk ülni, és egyszer csak kiteregetjük a lapjainkat, hogy nekem ezek a lapjaim vannak megnézzük, hogy kinél van az adóász. Nagyon nehéz téma, mert nem tudhatod, hogy ki milyen lapokkal játszik. Viszont egy, én egy tiszta módszernek a híve vagyok. Nem szeretek ugye fű alatt menni és fű alatt keresni dolgokat. Álljunk bele, és itt a gyerekkel kapcsolatos dolgokba is. Amit ugye mutatnak otthon a gyereknek, sajnos a gyerek azt viszi magával ki az életbe. Ha te egy olyan csomagot adsz neki, hogy semmi baj gyerekem. Tudod, nekem is van szeretőm, apának is van szeretője, a gyerek ezt a csomagot viszi magával. Párkapcsolat, á, semmi baj, nekem is van szeretőm, neki is van szeretője, hát akkor most miről beszélünk? Nincs ezzel. Tehát ezekkel ö, lehetőség szerint én azt gondolom, hogy, hogy, merjünk menni, merjünk odállni, merjünk megmondani a gyereknek, hogy igen, nézd, tönkre ment a házasságunk, vagy igen, <coughs> apáddal inkább megpróbáljuk együtt, eddig sokat veszekedtünk nagyon fontos lesz az, hogy, hogy ezeket a dolgokat tisztán lássuk. Nagyon sokan ki vannak égve ebbe, ebbe, erre az időszakra. Úgy érzik az, hogy elfáradtunk, kiégtünk, már nem motivál minket semmi. Egyet szeretnénk nyugalmat. Majd megjelenik a céltalanság a 35 és 50 éves kor osztályba. És hogy nem arról a céltalanságról beszélek, hogy szeretnek egy új kocsit, egy új házat, egy új telket, egy aranyat, egy, 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 egy nyaralás. Nem ilyen dolgokról beszélek. Magamhoz való énem. Nem tudjuk azt, hogy ki vagyok én valójában. Ezért a spirituális terület. Találjuk meg magunkat, ugye? Én úgy gondolom, hogy ez a céltalanság, amikor belép az ember életébe, és nem tudja jobb kézben, mit csinál a bal, azért ez egy elég nagy figyelmeztető zóna mikor nem tudjuk, hogy tényleg, hogy mi történik. Én annyit kérek, hogy ilyenkor tényleg kérjük szakemberek a segítségét. Hogy ma is egy spirituális szakemberek a segítségét kérjük, az is egy dolog, vagy hogy egy pszichológusét, az is egy dolog. Mind a kettőnek hatalmas nagy előnyei vannak, de amik tudják előre vinni az embernek a gondolatmenetét, a tudását, hogy ő mit szeretne valójában. Ami még nagyon fontos, ugye de itt ugye meséltem a kiégésről, túlhajszoltságról, kimerültségről, céltalanságról. Kemény dolognak tartom azt, hogy mindenki az interneten keresztül akar boldog lenni. Mindenki megpróbálja ott kiélni a hajlamait. És itt nem csak arról beszélek, hogy ilyen szexuális dolgokról, mert a szexualitás nézzék, az nem az, hogy egy másodlagos dolog, de valahol mégis egy másodlagos dolog lett, hanem interneten keresünk olyan baráti és érzelmi kötődéseket, kapcsolatokat, amik nem léteznek. Egy mátrix világban vagyunk benne. És utána jön a másik oldal, nézzük meg spirituális területen, mit mutat az asztrológia, mit mutat a numerológia, mit mutatnak a kártyák, mit mutatnak a rúnák, mit mutatnak az ingák, mit mondanak a látok, a médiumok, és még sorolhatnám. Csak arra nem jut el az ember, hogy megint saját magát tegye tisztába. Hogy nem biztos, hogy az interneten keresztül annyira, de annyira tisztába tudok lenni a másik emberrel. Ott megint saját magamat csapom be. Most teljesen mindegy, egy virtuális világról beszélünk. Információs szerzésre nagyon jó az internet. Hogyha valahol tanulni akarsz, valami után kutatsz, fantasztikus, mert minden fönt van rajta, meg tudod találni. De az, hogy te egy érzelmi kötődés kialakítsál, vagy az, hogy egy baráti kapcsolatot, az nem biztos, hogy az interneten keresztül fog, működni fog. És ugyanígy, ide érve, bocsánat, a szexualitást is. Miről beszélünk? Egy, egy matrix világról. Egy olyan világról beszélünk, hogy azt gondolod, hogy az, csak mondok valamit, ugye, szexualitásra is, mert nagyon sokan már ott ülnek, és arra nem képesek, hogy elmének rondizanak, hanem inkább leül a gép elé, vagy a tévé elé, és... Hát ha ez, hogy mondjam szépen, inkább úgy mondom, inkább nem mondok erre semmit, tehát kiélik ott a hajlamaikat a tévés és az internet előtt. Ez egy nem, nagy, nem egy normális állapot, tehát megint torzult a világunk egy picikét. Én annyit kérnék szépen, hogy ez a 35 és 50 éves korosztály tegye a saját magát tisztába, álljunk meg egy kicsit pihenni, kicsit jobban figyeljünk oda a baráti kapcsolatokra, üljünk le beszélgetni, Üljünk le, és, és ápolgassuk ezeket a dolgokat. Na ne, nem úgy, mert nagyon sok esetben látom az, baráti kör leül, és egyszer csak azt látjuk, hogy összekeverednek a párok, és kiderül az, hogy az egyik barátnő a másik a férjével összejön, a barátnő a harmadiknak a férjével összejön, majd a férje a feleségnek a legjobb barátnőjével összejön, hát könyörgöm. Tehát azért ne így oldjuk meg a problémát, hogy ott is a kicsusszanásokat keressük ezekből, az olda, ezekből a problémákból. Ha lehetőség szerint oldjuk meg. Azért vagyunk barátok, hogy nyíltan belemerjük mondani a szemébe, hogy én, ezt így és így gondolom. Hogyha a barátom, akkor elfordom tőle, vagy nem fordom el tőle, de nem haragszok meg rá. Én úgy gondolom, hogy fontos lesz ennél a korosztálynál, hogy egy kicsit tisztában legyen saját magával, felnőtt emberek vagyunk. Már az sincsen, mint egy 18-20 éves gyereknél, vagy egy fiatalnál, vagy egy fiatal felnőttnél, hogy nem tudjuk, hogy merre van az előre, nem tapasztaltunk eleget az életbe, tapasztaltunk eleget az életbe. Igaz, nagyon sokaknak most nyílik meg az élet, de én úgy gondolom, hogy vállaljunk már felelősséget a döntéseinkért, és várjuk felelősséget azért, amit mi szeretnénk, illetve amit nem szeretnénk ne az legyen, hogy ott állunk és toporgunk. Nagyon sokan mindenki a könnyű megoldást akarja megtalálni. Ne a könnyű oldalát folyjuk meg. A könnyű oldalnak mindig van egy nagyon nehéz háttere. Amit ma könnyen elintézen, holnap azért te szenvedni fogsz. Viszont lehet, hogy amit most nagyon keményen megdolgozol érte, és nagyon keményen bele kell tenned magadat, az holnap után már nem is lesz probléma. Mert azt fogod mondani, hogy hú de jó, én magam mögött hagytam. Ez már csak habatortám. Tehát egy kicsit nézzünk a dolgok mögé. Nagyon sokan, ugye, még ott tartunk, mármint nem én, hanem ugye ebbe a korosztályba, hogy most ébrednek föl a nők, hogy gyermeket akarnak. Na akkor gyorsasággal. Akkor merjünk, és vállalunk gyermeket. 35-40-45 évnél, ugye, azért a nő azért már egy kicsikét öregszik, ugye szokták mondani. Nem agyban mert agyban ilyenkor érik meg a gyereknevelésbe. És ugye itt, ami eljutott idáig, hogy mi jó, megvan a háttér, megvan minden, már most már megoldottuk az összes dolgot, viszont egyet felejtünk el, a fizikai testet. hogy a fizikai test 40 vagy 45 évesen nem ugyanolyan, mint 25 vagy 30 évesen. Viszont aki úgy gondolja, én javasolnám neki, hogy mindenféleképpen a gyerekről nem maradjon le, de nem minden áron. Mert nagyon sokaknak ugye sajnos ez a minden áron gyerek gyerek, és van rájön arra, hogy valamit elrontottak. Kicsit mérlegeljünk, legyünk érettek, legyünk, legyünk felnőttek a feladathoz, és ne az legyen, hogy sokan visszaessünk, hogy jaj, 40-45 éves lettem, most akkor kétszer 20 vagyok, vagy 22, és én fiatalnak érzem magam. Sokan megbolondulnak, szó szerint. Szó szerint mondom, annyira elmegy a, az önkontrolljuk, annyira elmegy itt a agyuknál valami, hogy borzasztó. És élik a fiatal éveiket. Csak egyet felejtenek el, hogy valóban hány évesek. Mindenik kornak én úgy gondolom megvan a szépsége. Amikor az ember 18-20 éves, annak is volt egy szépsége, ugye? Kis csikon megindult. Amikor az ember 25 és 30 év között van, annak is megvan a szépsége. 30 évesek lettünk tapasztaltabbak, most már azért nem veszek annyira hülyére a férfiak, sem meg a nők sem, ugye azért eljut el az emberi de Lehet, hogy eddig a anyagi helyzetben nem tudtam kezelni, de most már kezd a kép, hogy hogy kéne élni az élete, és megyünk bele az életbe. Én annyit kérek, hogy ne legyünk elégedetlenek azzal, hogy elmúltunk 20 évesek, nem olyan a külsőm, nem olyan a belsőm. Mindenki kornak megvan a szépsége. Tudjuk élvezni az életet, ne a görcsülés, ne a befeszülést, ne az anyagiakat, ne a kirakat rendezést. Hogy ez van, és közben hátul, meg semmi sincsen. Egy kicsikét menjünk bele úgy a dolgok mélyére, hogy tényleg de merjük élvezni az életet, olyan rövid az élet, pár perc alatt halnak meg emberek. Ok nélkül. Valaki nagyon sokat szenved, hogy meghaljon. Tragédia sokkal nagyobb tragédia, mint akit hirtelen vesznek ki az élet sorából. Mert annak idején nincs gondolkodni. Annak nem fáj. Mert olyan gyorsan történik a halálnak az elvágása. De aki ott van, hogy szenved, már fiatalon, könyörgöm. Ne tegyük magunkat tönkre. És minden betegség, ugye valami léleknek a meggyötörése, a fájdalma. Ott vetítődik ki fizikálisan. Nézzük a dolgok mögé. A lelkünket kezdjük elkezelni. Ne legyünk elégedetlenek, ne, le, ne hajszoljuk túl magunkat ebbe az életbe. De sajnos eltelt az idő, mert rengeteg, rengeteg mindenről tudnék itt mesélni. Rengeteg témát kértek. Én azt gondolom, hogy legközelebb egy új témával jövök, és szeretném, hogyha velem tartanának, és egy kicsikét jobban odafigyelnének saját magunkra. Élvezzék az életet, élvezzék a spirituális területet, tanuljanak, hogyha lehet ilyet mondani, mert jó a tudás az mindig jó. És mindig mindenre kapjanak választ, csak ne engedjék, hogy ez a daráló bedarálja önöket olyan szinten, hogy hűlésre tudnak menni. Találjuk meg az egyensúlyt az életünkbe. Köszönöm, hogy velem tartottak, és mindenkinek minden jót kívánok. Na, én voltam, nemzetközi jósnő és médium. Viszontlátásra!